Egyre több európai országban alkalmazzák kötelező jelleggel az otthoni munkát a járvány elleni harcban. Franciaországban és Belgiumban is pénzbüntetést kaphat az a cég, amely nem teszi lehetővé a munkavállalóknak a home office-t. Azonban az irodán kívüli munkának nagy ára van a biztonsági szakértők szerint. 2020-ban 630%-kal nőtt a felhő alapú adattároló eszközök elleni támadások száma Franciaországban. Ebből kiderül az, hogy a támadók kihasználják az új helyzetet, mondta egy kiberbiztonsági szakértő. A hackerek azt is kihasználják, hogy az uniós tagállamokban egymástól eltérőek a szabályok. Az Európai Bizottság nem készít javaslatokat a távmunka közös szabályozására. Nincsenek uniós szabályok a távmunka ügyéről, hiszen az egészségvédelmi intézkedések tagállami hatáskörben vannak, mondta a bizottság szóvivője. A szakértők közben azon vitáznak, hogy az adatbiztonságot feláldozzák-e a járvány elleni küzdelemben. Nagy kihívás az is, hogy azonosítsák a távolról dolgozó munkatársat, hiszen nem mindegy, ki fér hozzá az informatikai rendszerhez, mondta a szakértő. A bizottság olyan keretrendszer kidolgozására készül, amely minden uniós polgár számára hozzáférhetővé tenne egy digitális azonosítót. Ezt a polgárok összekapcsolhatják majd a személyi azonosító okmányaikkal, és így biztonságosan történhet meg az azonosításuk az online térben.